Ebben a házban lakik a férfi, akit a körzeti megbízott intézkedés közben élesztett újra. Egyszer csak fulladni kezdett, majd leállt a pulzusa. A helyiek azt beszélik, a férfi rendszeresen drogozott, azt sem zárják ki, hogy kábítószertől lett rosszul. Én úgy hallottam, hogy kábítószer. Más nem. A pillanatok alatt eszméletét vesztő, majd életjelet sem adó férfit, a vele szemben intézkedő körzeti megbízott azonnal elkezdte újraéleszteni. Elsőleges stabil oldalfekvőbe fektettem, megnéztem, hogy van-e pulzusa, éreztem, hogy nincs tapintás alapján, ezért gyorsan hanyat fektettem, ott néztem, hogy nincs lélegzetvétel, nincs pulzus, ezt követően azonnal megkezdtem az újraélesztési szívmasszást, illetve a lélegeztetést. Mentőhelikopter érkezik a Teveli focipályára. Ezzel a géppel szállították kórházba a férfit, miután a körzeti megbízott újraélesztette. A fiatal rendőr azt mondja, korábban is került már hasonló helyzetbe, ezért egy percig sem habozott, rögtön tudta, mit kell tennie. Nem lehet az, hogy most ilyenkor pánikba esünk, hanem azonnal el kell kezdeni mint a szívmasszás, mint a lélegeztetés. Nem gondolkodtam igazából, megmondom őszintén, hanem csak cselekedtem, amit tanultam, és amit helyesnek gondoltam. Úgy tudjuk, az újraélesztett férfinak azóta a kórházban már stabilizálták az állapotát. A rendőr, aki megmentette az életét, pedig táppénzre ment, hogy kiderüljön, az újraélesztés során elkapott-e valamilyen fertőzést.